egyébként ezt megszokhatták, minden egyes háborús blokk előtt egy friss lapszemle következik. Így a növekedés.hu-n látom, hogy az atomfegyverek kiterjesztésével szintet lépett a háború. Zelenszky megkérte az ukrán lakosságot, hogy maradjanak lélekben a keleten harcoló ukránokkal. 1,5 milliárd euró pénzügyi segítséget kapott az Uniótól az ország, fogalmazott. Egyébként a NATO erős kritikát fogalmazott meg Oroszország ellen, veszélyesnek és felelőtlennek nevezte, hogy Moszkva taktikai nukleáris fegyvereket telepít Fehér Oroszországba. Nincs ideírva a növekedés.hu-n, de Washington is kiadott egy közleményt, amely arról szól, hogy semmiféle jelét nem látja annak, hogy Oroszország nukleáris háborúra készülne. Az NSBT összehívását kérte egyébként Ukrajna. Josep Borrell, az EU külügyi, az Unió külügyi főképviselője szerint a nukleáris fegyverek fehér oroszországi állomásosztatása az európai biztonsági rendszer elleni felelőtlen eszkaláció és veszély. Európára nézve, megyek tovább, a Mandineren azt olvasom, hogy az orosz-ukrán háború egyik következménye az elfogató parancs, mármint az ottani kegyetlenségeknek az elfogató parancs, és ennek kapcsán tekinti át az oldal, hogy mit is jelent ez praktikusan Putyin szempontjából. Lezárom itt a lapszemlét, mert egy perc alatt kellett végeznem 4 hírrel, ez ma már nem megy, fiatalabb koromban igen, nézzünk egy összefoglalót. Bakhmutban alig maradt éppen álló ház, de a hónapok óta tartó harcok korán sem értek véget a Donyecki városban. Itt az ukrán hadsereg visszafoglalt az orosz erőktől egy kulcsfontosságú utat. A Nemzetközi Vörös Kereszt szerint továbbra is több ezer ember él lehetetlen körülmények között az ostromlott városban. A szervezet nemrég többek között higiéniai felszereléseket, napelemes lámpákat és kéziszerszámokat szállított a régióban élőknek. Ezek az emberek a Luhanszki háborús övezetben élnek, ahol az orosz és ukrán erők a nyári hónapokban folytattak heves harcokat. A város egy része romokban hever, mindössze 160-an maradtak a településen. Az itt élőkön orosz önkéntesek segítenek. Eközben ezek a Luhanszkban harcoló ukrán katonák francia tüzérségi ágyúval lövik az orosz ellenőrzés alatt álló Kreminnába vezető kulcsfontosságú utat. Az ukrajnai frontvonalak a heves harcok ellenére alig mozdultak november óta. Na hát Andris a legszebb férfi korba lép majd júniusban, mint megtudtam, de azért addig is elég sok minden fog még történni velünk és körülöttünk. A témában egyébként Cserif Ferenc nemzetbiztonsági szakértőt köszöntjük, az orosz-ukrán háborús helyzetről lesz szó, tehát folytatjuk háborús blokkunkat. Akkor a növekedés cikkére egyből csatoljunk is rá, hogy valóban nőhet a nukleáris háború esélye, lehet erre alapozni, vagy ez még mindig csak egy politikai, sokkal inkább pszichológiai csatározás, ahogy arra szoktak a szakértők hivatkozni? Hát igen, szóval a nukleáris háború veszélye egy lépcsőfokkal magasabb szintre került. Miért? Hát ugye elindult, hogy a Angliából csökkentett urántartalmú lőszereket küldenek Ukrajnába, amivel felveszik majd tulajdonképpen a páncélosok elleni harcot, mert ez igen hatékonynak bizonyult. Már a délszláv háborúban is alkalmaztak ilyen eszközt. Igen erős robbanó feje van neki, és egy gyakorlatilag minden páncélon át tud hatolni. Ez kis hatótávolságú, tehát arra igen, azért még úgy figyelnek, Igen, így van. De hát ugye ennek van egy hozadéka ennek a fegyvernek. Napokban olvastam egy elemzést, hogy azokon a helyeken, ahol a délszláv háborúban bevetették, a tumoros betegek száma igen jelentősen megemelkedett, az urán utóhatása következtében valószínűleg. Na most ugye erre ellenlépésként az oroszok Belarusziába telepítenek atomfegyvereket, ami tulajdonképpen ugye nem újdonság ez, mert valamikor léteztek már Európában és hazánk területén is atomfegyverek, amikor ezek a idegháborús időszakok működtek, illetve a két katonai tömb feszült egymásnak tulajdonképpen, elrettentve a másikat egy támadástól, ugye azzal a szlogennel, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra.
Nagy valószínűséggel ezek nem fognak majd szerepet kapni a háborúban, de egy ellenlépés volt, ami erre a új lőszer szállításra válaszlépés nagy valószínűséggel Putyin részéről, és hát ugye elég közel van Kijevhez ez a telepítési helyszín, ezek ilyen 500 kilométeres hatótávolságú rakéták, amelyek viszonylag korlátozott robbanóerővel rendelkeznek, de a pusztító erők igen nagy. De igaza van-e Putyinnak, aki azt mondja, hogy mivel az amerikaiak hasonló fegyvereket a szövetséges országokba is telepítettek, ennek tulajdonképpen a jelentősége nulla. Nulla, azaz nulla. Igen, ebben neki igaza van, mert több európai országban találhatók most is hatalmi fegyverek, amiket az amerikaiak telepítettek. Na most, bocs. Mondjad, igen. Igen, csak hogy ugye arról van szó, hogy a mostani harcokban fogalmaznak azok a cikkek, amelyek leírek a taktikai atomfegyverek lényegét, tulajdonképpen a mostani eszközök között is megtalálhatók ilyenek, ahogy egyébként az előbb erről beszéltünk. Vannak olyan rakéták, amelyeket gépekről indítanak, ugye az amerikaiaknak bizonyos rakétájuk szintén ilyen. Így van, a repülőgépekről indítják, így van. Nem feltétlenül földi síló indítású rakéták, hanem akár hajóról, akár levegőből indíthatóak természetesen. Uh-huh. Na most ezeket nyilván a mostani háborúban nem vetik be egyelőre, ugye Ukrajnának nem szállítanak ilyen rakétát. Így van, meg hát ugye ezek mozognak ám, például egy atomtenger alatt járó, ugye, amelyek nukleáris eszközökkel van felszerelve, az úszkál a világ tengerein, közel egy olyan helyhez, ami esetleg bevetés esetén célpontként a számára meg van jelölve, ez korábban is így volt. Uh-huh. Rengeteg tenger alatt járó úszkált az Egyesült Államok partjainál, hosszú-hosszú hónapokat a víz alatt töltve, ugyanúgy viszont az amerikaiak is megtették mindezt. Tehát tulajdonképpen újdonsággal nem állunk szemben, csak ennek a háborúnak ez tulajdonképpen már egy eszkalálódása. Tehát nem a béke felé, meg a fegyverszünet felé indul el a történet, hanem egyéb fegyverek beszerzése, fenyegetés ezekkel a fegyverekkel, még ha esetleg csak ez egy zsarolást szolgál, akkor is. Pont erre szerettem volna rá kérdezni, gyakorlatilag Medvegyev mondta azt a minap, hogy Oroszország ugye nem tervez közvetlen konfliktusba keveredni a NATO-val, sőt azt is megismételte, hogy a Kreml érdeke abban van, hogy az ukrán válságát tárgyalások útján megoldják, és erre kérdeztem volna most öntől, hogy egyébként van-e bármi ilyen jel, ami arra mutat, hogy ezek a tárgyalások elkezdődnek, valóban nyitottak erre a felek, most akkor nem tudom, kiegészítve az előző gondolatát. Ennek semmi jelen nincsen. A két fél között olyan antagonisztikus magatartás különbség van, hogy ebbe az irányba semmi nem mutat. Ugye az ukránok ragaszkodnak ahhoz, hogy az oroszok hagyják el azokat a területeket, amiket eddig elfoglaltak, az oroszok pedig erre nem hajlandók. Sőt, hogy Medvegyev még hozzátegyem az előző mondatához, azt is mondta, hogy ha a Krimet megtámadják, akkor az oroszok igen keményen vissza fognak vágni, és itt már meglebbentette a taktikai atomfegyvernek az alkalmazását. Mindjárt folytatjuk itt, csak itt van velünk Skype-on Tompa Tibor, a Magyarok Kijevi Egyesületének alelnöke. Jó reggelt, Tibor! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, Anita, András és Ferenc. Na, múltkor ott hagytuk abba, hogy kevés a hagyma, ugye? Drága, igen, kevés igen. És nagyon drága a hagyma. Így kevés és drága. Mi történt azóta, hogy ugye egy órával később kell elmenni a kijárási tilalom miatt hát arra, hogy kényszerűen az ember nem ehessen az utcára? Hát sajnos a múlt héten volt egy nagyon erős dróntámadás. Hála Istennek Kijevben mind a 8 drónt lelőtték, de Kijev megyében nem messze tőlünk. Ott eltalált több kollégiumot, és sajnos 9 diák áldozatával életét vesztette. Na most, ami a kijárást illeti, tehát azért továbbra is érintjük azt, hogy háborúban, hogyha Kijevet bármilyen irányban elhagyjuk, mindenütt ellenőrző pontok vannak, ellenőriznek elsősorban a személyigazolvány által, és ami jó hír, hogy hála Istennek péntek óta, ez már 2 napja, nem volt egyetlen egy
légiriadó se, de viszont abban igazuk van sajnos, hogy Kijev nagyon és nagyon közel van Belorussziától. Légvonalban 90 kilométernyire vagyunk a belorusz határtól, és gyakorlatilag mihelyt fölszáll Belorussziában egy repülőgép, nálunk mindig riadó van, mert a repülőről indíthatnak, és már indítottak is több rakétát, amivel Kijevet. Mi pedig nem a hagymáról beszéltünk legutóbb, hanem arról, hogy milyen az élet és a mindennapi élet folyása ugye Kijevben, és most azt lehet hallani és olvasni. Bocsánat. A hagyma is erről szólt, meg az, hogy... Hogy drágult, gondolom, igen, az élet. Az élet, és hogy... Persze, összekapcsolva a kettő. Sok az akna. Igen. Viszont akkor még kevésbé esett szó arról, hogy többen elhagynák Kijevet. Most azért azt lehet hallani, hogy 20%-a a kijevi lakosságnak eljött onnan. Érzékelhető ez, hogy folyamatosan növekszik az elvándorlás, és többen most már hátrahagyják az otthonaikat? Hát sajnos érezhető, és nagyon is érezhető. Elsősorban sok gyerek hiányzik. Kijev lakossága jelentősen, tehát... Öt megöregedett, és szerintem több mint 20% Kijev lakossága elhagyta, mivel a feleségem, említettem, tanárnő, őnek az iskolában a háború előtt 1200 diák volt, most 510 gyerek van, aki a suliba járt. Tehát a többiek az gyakorlatilag elhagyták Kijevet. És mit lehet tudni, ők is tervezik például azt, hogy elhagyják a várost? Mármint aki itt maradt, azoknak a jelentős többsége az azért Kijevben lesz, és szerintem itt lesznek Kijevben is. Mi is már gyakorlatilag itt vagyunk több mint egy éve, tehát mármint ami a háborút illeti, mert lassan én már 43 éve Kijevben élek, és itt van az egzisztenciánk, és a többség, hát aki már itt rekedt, itt van per pillanat, azt szerintem itt is fog maradni, bármilyen, bárhogyan is alakult a helyzet. Tibor, köszönjük szépen ismét a bejelentkezést, és számítunk legközelebb is az értő hozzászólására. Köszönjük szépen, szép napot. Nagyon szépen köszönöm önöknek, a legjobbakat, szép napot. És akkor folytassuk is azzal, ami a háború következő szakasza. Ugye a diplomáciai megoldás érdekében egyrészt a NATO bizonyos országai, ugye mint az északiak, akik közös légvédelemben állapodtak most meg nem olyan régen, másrészt pedig ugye a NATO központi ülésén sok helyen, ahol üléseznek Lengyelországban, amit mondott Harangozó Tamás, meg máshol a NATO csúcson is, arra próbálnak megoldást kidolgozni, hogy a fegyverszállítások ne eszkalálják a válságot. Mire számít, hogy a diplomáciai megoldás veszi át a terepet, vagy így megy tovább, hogy a harcok azok intenzívebbé válnak? Hát ugye jelentős fegyverszállításokat ígértek Ukrajnának. Ezek mind nehéz fegyverekben, harckocsik, páncélozott szállító, harcjárművek, harcérepülőgépek és lőszerek. Ez nem a tárgyalás irányában mutat. Az amerikai külügyminiszternek egy mondatára szeretném a figyelmet felhívni, aki azt mondta, a háborúnak akkor lesz vége, ha az oroszok abba hagyják, ha ukránok hagyják abba, akkor Ukrajnának van vége. Hát ez nagyon durván hangzik. Ez nagyon durván hangzik. Így van. Nem is áll szándékukban felfüggeszteni a támogatását Ukrajnának, és amíg az ukránok olyan fegyvert kapnak a kezükbe, amivel eredményesen tudnak harcolni az orosz hadsereggel, szemben harcolni fognak. Igen. Mondhatom? Persze. Csak szerettem volna kérdezni ezzel kapcsolatban, amit te is az online lapszemlében kiemeltél, ugye az elfogató parancst, amit az ICC igen, kiadott Putyinnal szemben, mert kevesebb szó esik róla, vagy lehet, hogy úgy érzem, hogy korábban kiadták ezt a parancsot, és meg csak most kezdünk el ezzel igazán foglalkozni. Egyrészt hogyan érintette ez Oroszországot, felszívják-e magukat emiatt, tehát hogy lehet esetleg ellentétes hatása, mint amit ugye eddig beszéltünk, hogy a béke felé haladjunk. A másik, hogyan érintheti vajon személyesen Putyin? Mert ez ugye igen, ellene szól. Van, így van, ez egy nagyon jó kérdés. Különösen Putyin vonatkozásában nagyon, ugyanis egy elég hű emberről van szó, tehát ez őt mindenképpen az ő személyiségét, az ő egzisztenciáját igen súlyosan érintette. Gondoljunk csak arra, amikor a hidat felrobbantották, ugye ő ment át először rajta egy kamionnal, és az ő születésnapja előtt egy nappal robbantották fel az ukránok ezt a hidat.
és utána indultak el tömegével a rakétatámadások Ukrajna ellen. Tehát ez mindenféleképpen komolyan érinti. Na most a béketárgyalások irányában sajnos ez nem pozitív. Ugyanis ugye a mozgása korlátozva lesz, van, tehát akárhova nem fog tudni elmenni például tárgyalni. Még akkor sem, hogyha a békéről szeretne tárgyalni. Akkor sem, hogyha a világ nagyhatalmai közül a legjelentősebbek ezt az egyezményt nem írták alá. Ugye nem írta alá Kína, nem írta alá az Egyesült Államok, nem ismeri el Oroszország. Ez tulajdonképpen a háború szempontjából igazából befolyásolott tényezővel nem bír, mert látjuk azt, hogy visszahúzódna a fegyveres konfliktus, hanem szerveződik. Újabb fegyverek érkezhetnek, képezik ki a kezelő személyzetet mind a harckocsikhoz, mind a vadászgépekhez. De például egy ilyen elfogadó parancs, az miben teljesedik ki? Tehát, hogyha ő elindulna, elhagyná mondjuk Oroszország területét, és mondjuk egy olyan ország légterébe lépne a gépe, ahol egyébként például az ICC-nek vannak kirendeltségei, akkor ott őt el lehetne fogni, vagy azért ez kicsit túl van gondolva, vagy szabadjára eresztetem a fantáziámat? Á, tehát akkor lehet, hogy ez itt inkább a fő kérdés, hogy egyáltalán bárki megtennie. Medvegyev azt mondta, aki tulajdonképpen az ő helyettesének számít nagyon sok területen, hogy nagyon súlyos következményeket von maga után, ha valaki ilyen lépésre szánja el magát a orosz elnökkel szemben. És ebben mindent bele lehet érteni. Ugye ne felejtsük el, hogy Vlagyimir Putyin a Nemzetközi Judo Szövetségben is szerepet vállalt, és hogyha például külföldre megy, akkor az ő bankszámlája effektíve nem működik. Így van. Tehát nem tud fizetni. És ez nagyon komolyan érintette őt. Igen. Ezt az ő személyiségét ez jelentős mértékben befolyásolta. Erről jutott eszembe, hogy... Így van. Nagyon jó példa. Igen. Mellesleg egyébként Magyarországon kibontakozott egy vita arról, hogyha ide jönne Putyin, akkor mit lehetne tenni. Na most azt mondják. Hát a kormányzati tényezők, hogy mi nem hirdettük ki a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát. Nemzetközi jogászok felhívják a figyelmet, hogy egy országgyűlési határozattal viszont megerősítettük a Büntetőbíróság ránk nézve irányadó joghatóságát. Szóval, hogy mégis lehetne valamit tenni, de nyilván ez egy elvi kérdés. Ez elvi kérdés, így van. Gyakorlatban ez nem fog bekövetkezni nagy valószínűséggel. De ha netán valamilyen hetedik világi csoda folytán mégis ide fújná őt a szél, meggyőződésem, hogy semmiféle változása nem esne. Pedig a változást egyébként nagyon várjuk, főleg, hogy itt a tavasz, meglátjuk, hogy az elkövetkezendő napokban hogyan alakul majd a helyzet a fronton. Cseri Ferenc, köszönjük szépen, hogy ma reggel itt volt velünk. Köszönjük szépen.